A 90 napig érvényes jegy ideális választás turistáknak, hobbipecásoknak vagy azoknak, akik csak most ismerkednek a sportággal. Az online rendszer három nyelven a magyar mellett angolul és németül is elérhető. Bárki, aki egyébként még nem rendelkezik horgászvizsgával, egy nagyon egyszerű számonkérés után rendelkezésre bocsátható neki egy ilyen engedély. Ezzel az engedéllyel tehát a turista állami horgászeggyel területi engedélyváltásához folyamodhat. Itt meg van szabva viszont, hogy mivel e, horgászhat, ez egy horgászkészségre vonatkozik, amelyiken három horog lehet, ezek is maximum három éllen lehetnek felszerelve. Ennek az a lényege, hogy aki még csak megpróbálni akarja, hogy, hogy milyen a horgászat, annak ne kelljen ezt a torturát végjárni, hogy igazi horgászá váljon. A Nibik honlapján lehet regisztrálni egy teszt sikeres kitöltése után pedig bankkártyás fizetéssel megvásárolható az engedély. A rendszer újdonsága, hogy a horgászokat üzenetben értesíti a jegy érvényességének kezdetén, az utolsó napon pedig figyelmeztet annak lejártáról. Esnek ki emberek és jönnek helyette mások, most viszont már meggondolják, hogy egy általuk feleslegesnek vélt á, tagdíjat kifizessenek, erre nincsen szükség, hiszen a, a, az Egyesült Tagság a Turista Állami Horgászjegyhez már nem kötelező. Ez nálunk például az Egyesületünknél érződik is, nagyjából ez azt jelenti, hogy körülbelül 9-11 körül van a létszám csökkenés. A Turista Horgászjegy szabályai annyiban különböznek a hagyományos engedétől, hogy ezzel csak egy bottal pecázhat a horgász.